Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Deli Kinga vagyok. Rendkívüli intézkedési tervet fogadott el Dombóvár képviselőtestülete. Parkavató és idősek napi rendezvény Kaposszegcsön. 45 fát ültettek el az újszülöttek tiszteletére Dombóváron. Hús csapat főzött a Dombóvári Lecsó Fesztiválon. Dombóvár városának önkormányzata az energiapiaci helyzetre tekintette költségcsökkentő intézkedések bevezetésére döntött a legutóbbi rendkívüli képviselőtestületi ülés alkalmával. A következő időszakban mérséklik a közvilágítást, és a hivatal nyitvatartási ideje is változik. Dombóvár város önkormányzatának képviselőtestülete a kialakult energiaválság miatt döntött számos intézkedés bevezetéséről. Ez az intézkedési terv több közintézményt is érint majd, mondta el a polgármester. Nyilván ez a mai reggel nem volt senki számára szép és emlékezetes, de azt gondolom, hogy nem húzhatjuk tovább az időt. Többhetes előkészítés után eljutottunk odáig, hogy meg tudtuk fogalmazni azokat az intézkedéseket, amelyek egy picit jövőben mutatnak, és túlélésre reményt adnak, hiszen ma minden önkormányzat és minden állampolgára túlélésért küzd, még hogyha nem is veszük észre nap, mint nap, de azt gondolom, hogy a mai napjaink és az életünk sajnos erről szól. Egyeztettem civil szervezetvezetőkkel, vállalkozókkal, egyeztettünk a sportszervezet vezetőivel, szinte mindegyikkel, összes intézményvezetőmmel egyeztettem, a hivatal összes dolgozójának volt apparátus értekezlete múlt hét péntek reggel, és ma reggel testület elé raktuk azt az anyagot, amely nyilván azt gondolom, hogy nem is igényelt hosszú vitát, hiszen mindenki felmérte ennek a súlyát. Az elfogadott intézkedési terv értelmében változik a polgármesteri hivatal és a közös hivatal működése is. A Mezerid utcai ingatlant lezárjuk, hiszen nem tudjuk kifizetni a távfűtés díját, ők átköltöznek a műfáznak az emeleti irodáiba, ügyfélszolgálatot pedig csak itt a Szabadság utca 18-ban fogunk tartani, és egységesen elrendeltünk, hogy home office lesz minden dolgozónknak minden pénteken. Nyilván ez elől a közterület felügyelők kivételek, hiszen ők a munkájukat amúgy is kint végzik a szabadba. Három óvodánk, illetve bölcsödénk tekintetében is egyeztettünk, lecseréltük vagy cseréljük folyamatosan a lámpatesteket korszerű ledes világításra. Mindenhol megbeszéltük mindenkivel a fűtést, illetve ahhoz kapcsolódó megtakarításnak a lehetőségeit, és sajnos több éves működés után a szivárvány óvodába a tanúszodánkat nem tudjuk megnyitni, hiszen annak irreális költségei vannak. A sportintézmények tekintetében, úgy mint az uszoda és a Szuhai Sportcentrum, egy soha nem látott összefogásnak köszönhetően született meg a következő megoldás. Az uszodát december 31-ig nem zárjuk be, a szervezet tudja támogatni az uszodának az ökkenőmentes működését, és azt gondolom, hogy erőn felül egy 6 millió forintos támogatással ők ehhez hozzá is fognak járulni, erről már megszületett az elnökségi döntés. Szuhai Sportcentrum tekintetében több tucat szervezet használja, nagyon sok amatőr is használja, hiszen a mozgás nagyon fontos, és használja egy általános iskola és a középiskolánk is délelőttes nevésóra keretei közt. Nagyon fontos, hogy megnéztünk sok-sok példát, és megpróbáltuk optimizálni a dolgokat. Ennek mentén jutottunk el odáig, hogy természetesen a gyerekeknek a kötelező hőfokot tudjuk délelőtt produkálni, ezt követően lekapcsolásra kerül a fűtés, és a meleg vízellátást is megszüntetjük hétfőtől. Ez egy nagyon szerencsétlen, amúgy egy nagyon jó műszaki megoldás, de egy helyről, egy 3500 literes tartályból láttuk el eddig az egész épületet, vagy az egész intézményt. Sajnos ezt nem tudjuk fenntartani, hiszen a gázára oly mértékben emelkedett, hogy ez nagyon nagy terhet ró az önkormányzatra. Kosárlabda csapatunk NB2-be szerepel, ők átszervezték az összes meccsüket péntekre, tehát a Szuhai Sportcentrum hétfőtől péntekig látogatható, szombat vasárnap pedig zárva fogunk lenni. Szociális ellátórendszerünk, illetve NKFT-nk tekintetében, akik a Gemcsarnokban vannak elhelyezve, nagyon-nagyon összeszorítjuk a működésüket. Az eddig általuk használt terület 30-40%-át fogják csak igénybe venni. A Népkonyhát felhúzzuk a Szabadság utcába, azt az épület részünket ott le tudjuk akkor zárni, tehát ezzel is megpróbálunk takarékoskodni. A legnagyobb kihívást a közvilágítás mérséklése okozta az önkormányzat számára, hiszen ez a többszörösére emelkedett az energiaárak elszabadulásával. Nem csak Dombóvárnak, hanem az összes magyarországi hasonló léptékű településnek a közvilágítás okozta, és annak az anomáliája, hogy akkor most hogyan tovább. Nyilván van két nagyon fontos szám.
mostani ismeretünk szerint az eddig években Dombavár közvilágításra 21 millió forintot fizetett, ez 2810-20 lámpatest éjszakai világításának a költsége volt. Ez az ár, ez felemelkedett 92 millió forintra. Nyilván ebből adódóan arra a közös nevezőre jutottunk szolgáltatóval, katasztrofa védelemmel, közútkezelővel, illetve rendőrkapitánysággal, hogy nem kapcsoljuk le teljes mértékben a közvilágítást éjféltől hajnali négyig, mint hogy több település ezt elköveti. Minden második lámpatestet fogunk kikapcsolni. Lesznek olyan részek, ahol teljesen ki lesz kapcsolva a diszkivilágítás, természetesen mindenhol, természetesen a négy sávos mentén, ahol egyébként a gyalogos forgalmat kondelálberek segítik balról, jobbról, ott az útvilágítása meg fog szűnni. Nagyon reméljük, hogy egy 50%-os megtakarítást el tudunk érni, így is közel 30 millió forint a többbe fog kerülni a közvilágítás. Nyilván nagyon fontos, hogy teljes sötétségben nem burkolózhat a város, hiszen a közbiztonság helyzetét megítésünk szerint ez nagy mértékben rontaná, és azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb, hogy helyben lakóknak a szubjektív közbiztonsági érzete ne romoljon. Ezért minden második lámpatest azt gondolom, hogy ez elégséges szolgáltatás fog nyújtani. Minden zebra meg lesz világítva, minden útkeresztés meg lesz világítva, tehát azt gondolom, hogy a sarokpontok megvannak, hát mindentől megértés, kitartást várunk el. Nyilván ennek a játéknak sajnos mindenki szereplője. A következő időszak rendezvényeit előreláthatólag nem érinti az elfogadott intézkedési terv. A műfázban a leszerződött programokat meg kívánjuk tartani, az adventi vásárt meg kívánjuk tartani. Azt gondolom, hogy nem gubbozhatunk be teljesen, hiszen van élet a Földön, és lenni is fog, csak egy picit másképp, mint ahogy ezt tettük egészen idáig. A könyvtár csak péntek délután látogatható könyv kivitel tárgyában, illetve visszavitele tárgyában. Viszont azt örömhírként mondom, hogy a könyvtári programok meg fognak valósulni, mégpedig a műfáznak az épületében, illetve azok a programok, amelyek a gyerekeknek szólnak, és adott iskolákból érkeznének gyerekek, azt gondolom, hogy a könyvtárosok fognak kimenni adott intézménybe, és annak a tárgyi feltételek igénybevételével fog ez a program megvalósulni. Tehát ott sem áll meg az élet, csak a könyvtár nem lesz látogatható nap, mint nap. Kaposszekcsön közel 2 millió forintból újult meg a Gyöngypark. A közösségi összefogásnak köszönhetően egy rendezett, kellemes környezet várja itt a helyieket, ahol a felújított millecentenáriumi kopjafa is helyet kapott. A parkavató után pedig a település szépkorú lakóit is megünnepelték. Kaposszekcsön ünnepélyes keretek között adták át a megújult Gyöngyparkot, mondta el a polgármester asszony. Itt egy malom állt a helyén, utána lett park, és utána készült 96-ban az itt lévő most felújított kopjafa. Már régóta vágyunk volt, hogy ez megújuljon, és egy igazi közösségi tér legyen, ami ezen a részén a településnek csak itt található, és úgy látjuk, hogy hála Isten használják is. A mai napon került sor arra, hogy hivatalosan is átadjuk, illetve ma került föl ez a kopjafa, ami felújításra került. Az 1996-ban Tóth László volt iskolaigazgató által készített kopjafa ünnepélyes leleplezésén a Tolna megyei közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás is részt vett. Az összefogásból megújult Gyöngypark teljesen új arcát mutatja az arra járónak, amelyhez az önkormányzat is hozzájárult. A felújítás teljesen önerőből készült, illetve helyi vállalkozók, illetve civilek segítségével, és pont ezért tartjuk fontosnak, hogy ebben az időszakban, amit most érünk, itt pont az összefogás és a közös egymás segítése a legfontosabb. Illetve ezért tartottuk fontosnak az is, hogy az alapítványunk gépjárművét, amit nemrég szereztünk be, ezt itt bemutassuk a nagyközönségnek. Ez ugye a Magyar Falu Programból, a civil szervezeteknek a támogatásából, a BG az RT segítségével valósulhatott meg. Önerőből vásároltuk meg a padokat, az itt az hulladékgyűjtőket, kedvezményesen csináltattuk meg a térkövezést, a közmunkásokat, a saját embereinkkel teljesen átforgatták a földet, elfűvesítették a területet, illetve ugye hát megcsinálták a díszítést a faluszépítőkkel együtt, illetve a
virágosításokat is. Egy helyi vállalkozó vállalta, hogy ne kelljen nekünk, mert látja, hogy kevés közmunkásunk van, mindössze ekkora területre, amit nekünk nagyon nagy a Liget lakóteleppel együtt, mindössze három, úgyhogy néha még a biciklis utat is nekünk kell karbantartani, és ezért mondta, hogy annak cserébe, hogy itt van a szomszédságban, ezért ő ezt megteszi helyettünk. Az ünnepélyes parkavató után a település 65 év feletti lakosait invitálta az önkormányzat egy idősek napi rendezvényre. Ez hagyomány a településünkön, a tornateremben van minden évben megrendezve, két év volt, ami kimaradt, ugye a Covid miatt, illetve a tavalyi évben már meg tudtuk tartani oly módon, hogy a műsor az megvolt, de étkezést nem tudtunk ott helyben biztosítani. Most végre visszatértünk teljesen a hagyományokhoz, szeretettel várjuk itt vacsorára is az időseket, és reméljük, hogy jól fognak szórakozni. Általában sokan elfogadják a meghívásunkat, most jelenleg körülbelül 200 főre számítunk. Van kisgyerek műsor, amit az óvodásaink adnak elő, iskolások verset mondanak, és utána következik Szolnoki Tibor és Zsadon Andreának a műsora, akik operett műsorral készültek. A 89 éves Marika néni volt a kaposszegcsői rendezvény legidősebb vendége, akit egy csokor virággal és bombonnal köszöntött a település önkormányzata a polgármester asszony ünnepi beszéde után. A szépkor titka pedig talán a boldog gyermekkor. Jó gyerekkorom volt. Én szerintem azért, hogy a mindenem megvolt, és gondolom azért, vagy nem tudom. Van egy lányom is, meg van egy fiam is. Azt mindenik megrendezi az ilyen nagy ünnepeket, mindig küldenek, és akkor hát jön a Mikulás, jön a Jézuska. A település szépkorú lakói örömmel tesznek eleget ilyenkor az önkormányzat meghívásának. Nagyon-nagyon jó, ugye sok éves munkaviszony után, végre pihenés alatt, amikor igazából rólunk emlékeznek meg. Nagyon jó, mert rengeteg ismerőssel találkozunk, egyébként akivel egész évben nem. Úgyhogy a rendezvény, hát az minden évben nagyon jó, szintén. Egy kis étellel megvendégelnek bennünket, egy kis italaj, hát és a műsorról ne is beszéljünk. Egyébként ugye nem jutunk el ilyen műsoros estekre, mert hát sok az unokám van, és minden hétvégén vigyázni kell valamelyikre, és teljesen meg vagyunk elégedve az időseknek a megemlékezés és napjáról. Nagyon jó különben, mert ilyen nem mindenki, hogy mondjam, örül neki, de azért mindig van ilyen lehetőség itt ebben a községben. Ön hogy tölti a nyugdíjas éveket? Hát otthon most már, mert 12 éve már nyugdíjban vagyok, és én még otthon ház körüli teendők, én is ide jártam kaposszegcsőre iskolába, volt osztálytársakkal is találkozok, meg hát a baráti kör. A nyugdíjas éveket általában mindenki tervek sorával kezdi, hogy mi az, amivel ez idő alatt szeretné majd tölteni a mindennapokat. A társasági élet egy fontos helyen szerepel a dédelgetett álmok között. Az az igazság, hogy nagy terveim nem voltak, mert a nagyobbik fiamnál már nagyobbak voltak az unokák, de a kisebbik fiamnál még mindig unokázni kell, mert ott második osztályos, meg 3 éves van, úgyhogy sokat kell kicsit vigyázni rájuk. Úgyhogy be kell osztani kert, a házi munka, unokák, nyugdíjas klubba is járok, úgyhogy elfoglaljuk magunkat. Családi házba lakunk, kertes házba, tehát van még egy kis teendőnk is, szőlőnk is van, úgyhogy telnek, és örülünk neki, hogy vendégül lát bennünket az önkormányzat. Az ünnepi műsor a helyi óvodások szívet melengető kis zenés-táncos előadásával vette kezdetét. Szivárvány, szivárvány, mi vár ránk a túloldalán? Szivárvány, szivárvány, ragyog felettünk eső. A délután műsorából a vers sem hiányozhatott, amit a helyi iskola két diákja tolmácsolt az önkormányzat meghívását elfogadott szépkorúaknak. Az idő csodákat művel, sebeket gyógyít, bánatot küld el, új hónapot, évet, évszakot hoz, szomorúságot vagy örömet okoz. Az idő múlik, de kit zavar? Miért nem múlhatna, ha akar? A vacsorát megelőzően pedig operett dallamok csendültek fel Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor előadásában.
Dombóváron a település egyik még fásítása való területén közösen elevenítik fel a régi szokást szülők, nagyszülők a gyermekekkel, miszerint az újszülött tiszteletére fát ültetnek. A 2021. október 1-e és 2022. szeptember 30-a között születtek közül 45-en regisztráltak az eseményre. Az önkormányzat a fákon kívül minden tárgyi eszközt biztosított a díszgalagonyák elültetéséhez. Regisztrálással kezdődött a faültetés Dombováron, ahol a Gyár utcába várta a város önkormányzata a 2021. október 1-e és 2022. szeptember 30-a között született gyermekeket és szüleiket. A Kiskonda patak melletti zöld területre ültették el idén az önkormányzat által biztosított díszgalagonyákat. Szívet melengető ez a látvány, ennyi kicsi gyerek Dombováron, és az önkormányzat célját messze menőkig ezek a képek bizonyítják, hogy jó irányba megyünk, hiszen fontosak a fiatalok, fontosak a gyerekek, nem beszélít erről, hogy bölcsődét is felújítottunk, óvodák is rendben vannak, de a jövő itt látható, a szülők elültetik a fákat, és hogy a gyerekek cseperednek, a fák is megnőnek, és lesz egy fája minden dombóvári gyereknek. Bárki mondjon bármi, Dombóvár fejlődik, Dombóvárnak van jövője, ezért dolgozunk itt a városban. Az előző években a Kispolgárok Parkja adott helyet az eseménynek, de az már megtelt a gyermekek fáival, ezért kellett a település önkormányzatának új helyszínt keresnie. Egy országos kezdeményezéshez is csatlakozott Dombóvár. Tudomásom szerint 45 család jelentkezett erre a mai napi rendezvényre, és ez az önkormányzatnak a legkedvesebb rendezvénye, tehát legcukibb rendezvénye. Ebben az évben csatlakoztunk a Három Királyfi, Három Királylány alapítványhoz, amelynek az a célja, hogy a népességfogyást állítsuk meg, és itt helyben született gyermekkel töltsük fel a hiányzó népességet. Az újszülött gyermekek szülei évről évre örömmel csatlakoznak az önkormányzat őszi faültetési akciójához. Az újszülöttek fáinak és a fás ligetet körülvevő területnek a karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik majd. Családok, akiknek a kis fája itt cseperedik, ők is jöhetnek és természetesen gondozhatják, öntözhetik. A délután folyamán ásót, lapátot, locsolókannát ragadtak a szülők, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel telepítsék az önkormányzat által biztosított díszgalagonyákat gyermekük születésének jelképeként. A helyiek jó kezdeményezésnek tartják, hogy az önkormányzat évről évre fásít a gyermekeik tiszteletére. Az újdonsült szülők mellett voltak olyanok is, akiknek nem ez volt az első faültetése ebben az akcióban. Örülünk neki, nagylánynak is már van. Egy a túloldalon, hát most ennyi. Nagylány mennyire segített be itt a... Ő amennyire tud segít. Ő mindig segítőkész amúgy. Szereti ilyen dolgokat. A Kispolgárok Parkjában elültetett fához is visszatérnek a családok. Mostanában már nem olyan sűrűn, de az elején is, mikor épp arra jártunk, azért mindig lementünk. Kirándultunk, vagy sétálunk, vagy biciklizünk, ugye erre akkor szoktunk megnézni. Szuper dolognak tartjuk, a nagyobbik gyermekünknek is van, és értünk a lehetőséggel, és köszönjük szépen, nagyon jó dolog. Mi az, amit hoztatok? Egy csigát, ami csörög, és rajta van a gyermeknek a neve és a születési dátuma. Hogy majd megtaláljuk, amíg itt az enyészet nem teszi tönkre. Említetted, hogy van már egy másik fázis. Igen. És ugye, azt milyen gyakran látogatjátok? Hát, körülbelül, a gyermek már 3 éves, úgyhogy évente. A faültetés alkalmával egy bohóc is kedveskedett a legkisebbeknek, hogy egy igazán felejthetetlen nap legyen ez a számukra. A rendezvény regisztrációs sátrán ott díszelgett a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom, fiús és lányos babazászlója is, mely azt hirdeti, a város mindent megtesz azért, hogy érdemes település legyen a fiatalok szülővé válásához, az ifjú szülők boldogulásához. Bíznak abban, hogy minél több vágyott gyermek születhet meg a városban. Pár év múlva már itt is igazi hűset adó liget várja a természetbe vágyókat, a gyerekek számára pedig mutatja, hogy a gyökereik Dombovárhoz kötik őket. Húszbográcsban számtalan elkészítési módban főttek a lecsók a Dombovári Dőri Lecsó Fesztiválon. A népszerű gasztronómiai eseménynek a Helytörténeti Múzeum udvara adott otthont, ahol finom ételek és zeneszó mellett, valamint jó társaságban tölthették el a résztvevők a napjukat. Pirula hagyma, serceg a szalonna, nem sokára többi hozzávaló is bográcsba kerül, hogy aztán végeredményként egy ízletes lecsó kerüljön a tányérba.
Emberek sokasága, zeneszó és finom illatok lengték be a Dombóvári Helytörténeti Múzeum udvarát, ugyanis itt rendezték meg az idei év Lecsó Fesztiválját. A kulináris esemény nagy népszerűségnek örvend a városban, idén 20 csapat is fakan alatt ragadott, hogy bizonyítsák, ők a legjobbak a főzésben. Mi az Ozonaszma Egyesületnek vagyunk a tagjai, onnan 20 emberre számítunk. Testvér egyesületünk a Szívklub, besegítünk nekik, és megcsináljuk a Fekete Istvánnak is a Lecsó ételét, mert ők és a vezetőjük nem tudott itt lenni, az elnökük, de ígérjük, hogy mind a három lecsó más lesz. Mi egy sima paraszt lecsót csinálunk, kolbásszal és szalonnával, a Fekete Istvánéba pedig még nem döntöttük el, vagy tojást teszünk, vagy májat teszünk, vagy mind a kettőt beletesszük. És mi tavaly is itt voltunk, nagyon nagy örömmel jöttünk az idén is, és segített bennünket a sors, hogy ilyen gyönyörű időt adott. Itt pedig már az Életfa Nagycsaládos Egyesület gyerkőcei aprítják a hozzávalókat a lecsóhoz. Náluk hagyomány, hogy két csapattal vesznek részt a fesztiválon. A felnőttek és a gyerekek is fakan alatt ragadnak ilyenkor. Ilyen nagycsaládosoknál mindig nagyon sok a gyerek, és két különböző lecsó készül, hogy mit főzünk, rejtély. Meglátjuk a végét, tehát ilyen mindent beleelvet követnek ott. Szerintem, hogy elnézem a szülők is, a felnőttek is. Gyerekközpontok vagyunk, nem csak az életben, hanem minden mi programunkon. Minden programunk is ilyen gyerekközpontú, és próbáljuk őket bevonni, de ők önként is jönnek, és ennek semmi köze a közszolgálati időhöz, mert persze minden programunkon van egy-két ilyen gyerek, de nem, tehát mikor lejár ez az idejük, akkor is nagyon szívesen jönnek vissza, úgymond nem egyesületi gyerekek, tehát ilyen nagy család, szó szerint. Második alkalommal vagyunk, meg két éves az egyesületünk, második alkalommal kaptuk a meghívást, amit örömmel elfogadtunk. Hány fő van? Eredetileg 20-szal jöttünk, de szerintem sokkal többen vagyunk. Ahány bogrács, annyiféleképpen készültek az ételek. Mindenkinek megvan a jól bevált receptje. Akik eddig nem jegyezték volna meg, én először a szalonnát pirítom meg, azon megpárolom a hagymát, és én utána mindjárt a paradicsommal kezdem, hogy elfőjön. Ezek egyébként is van fél érettek voltak, nem árt, ha jobban szétfől. Meg én nem szeretem annyira paradicsomot, ezért én mindig előre szétfőzöm. Meghámoztuk, mert van, aki a paradicsom héját nem bírja. Többek között én sem. És ezért kiadtam nekik a házi feladatot, hogy meg kell pucolni a paradicsomot. A két csoportban 30-an, durván 10-15-en egy-egy brigád, mert két brigád van, ez a kertbarát toknak a csapatai, és két főzővel mesterkedünk. A Dombóvári Vállalkozói Egyesület állt a fesztivál szervezésének az élére, így ők sem maradhattak ki a főzésből, tetemes mennyiségű ételt készítettek. Mi egy elég nagy létszámú csapattal vagyunk jelen, tehát ugye elsősorban a Vállalkozói Egyesületnek a tagjai vannak itt, de minden évben, vagy minden alkalommal csatlakoznak hozzánk mások is, tehát mi szerintem itt most vagyunk 25-30-an, úgyhogy nekünk egy elég nagy adagot kell készíteni, hogy mindenkit jól lakassunk. Elsősorban az a cél, hogy jót beszélgessünk, jól érezzük magunkat, a többi az pedig már csak habatortán. Mi az elmúlt alkalommal variáltuk a dolgokat, két lecsót is csináltunk, volt egy ilyen kacsamályos verziónk, meg volt egy teljesen sima hagyományos. Most úgy döntöttünk, hogy egy konyérbe fogunk csinálni egy nagy adagot, és akkor a végén majd ezt úgy szétválasztjuk, hogy lesz egy ilyen tojásos verziója a dolognak, meg lesz egy sima, és akkor mindenki abból tud fogyasztani, amelyik neki szimpatikusabb. A lecsóhoz az alapanyagokat, mint a paprika, hagyma, paradicsom az önkormányzat adta a résztvevőknek, de mindenkinek megvolt a lehetősége, hogy saját igényei szerint alakítsa az általa készített ételt, azonban az ehhez szükséges hozzávalókat már magának kellett beszereznie. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!